Tiszaújlakon vagyunk, az egykori Sóvámház épülete előtt. Azt kell tudni róla, hogy az épület elődje már az 1400-as években épült. 17. században alakították ki azt a barokkos bejáratát, ami előtt állunk, és aztán majd a 19.-20. században építettek rá második szintet, alakították ki a négyszögletes ablakokat, tehát átalakították teljesen. A szovjet rendszerben ukrán iskolaként működött, és már egy jó ideje gazdátlan, és hát nagyon örülnénk, hogyha itt valamikor ennek az épület, vagyis ebből az épületből egy kulturális központ, múzeum lehetne, tehát visszanyerhetné egykori hírét és a Rákóczi Szabadságharc emlékét is. Amiért most itt vagyunk, a Rákóczi Szabadságharc és az ahhoz kötődő emlékek. Ebből az épületben volt tehát az osztrákok Sóvámháza hivatala. 1702 őszén Esze Tamás módos tarpai parasztember vállalkozó sószállítmányával megállt, hogy megvizsgálják a sótisztek, a vámtisztek, és azzal az indokkal vagy ürüggyel, hogy csempészárút szállít, elkobozták a szekereit, lovait, a sóját, megverték, Esze Tamás hazament, összeszedte az embereit, és még akkor ősszel visszalopózott, visszaszerezte a közelben legelésző lovait, itt a Tisza partján voltak kicsapva a lovai, az embereivel megtámadta a sóházat, megverte a kint talált őrséget, és elmenekült. Károlyi Sándor szatmári főispán körözést adott ki ellene, egész télen körözték, ő pedig összeszedte a hozzá hasonló szegénylegényeket a Salánki erdőben, Kis Albertet és másokat, majd más év 1703 tavaszán a Salánki nagyerdőből elindultak Brezán várába, ahol felkeresték Rákóczi Ferencet, elmondták neki, hogy az egész ország forrong, több száz vagy több ezer ember van fegyverben, és már csak őre várnak, hogy hazatérve a felkelés élére álljon. Rákóczi egy kicsit ingadozott még, de aztán zászlókat adott, 8 veres hadizászlót adott Esze Tamásiknak, azzal a kikötéssel, hogy ki ne bontsák addig, amíg ő is haza nem tér. Hát természetes, hogy Esze Tamásik első dolga az volt hazatérve, hogy kibontották a zászlókat. 1703. május 21-én Tarpán és Mezőváriban, május 22-én pedig szombaton vásár napja volt Beregszászban, Beregszász piacán. Ezzel vette kezdetét a szabadságharc. Tehát Tiszaújlak, Ugocsa a Rákóczi Szabadságharc kiinduló pontja, és nem sokkal ezután, május 24-én másodszor is megtámadják Esze Tamásék a sóházat. Ahogy itt az emléktábla mutatja, két gyalogos csapattal és 40 lovassal megtámadja a sóházat, melynek 14 muskétás az őrsége, egy hadnaggyal, ezek közül 4-et levágnak, a többi pedig közéjük áll, tehát megkegyelmeznek, nekik átállnak a kurucok oldalára. Aztán innen indul a szabadságharc további menete,